kereskedelmi útviszonyt fektetik. Napközben az MR1 Kossuth Rádióban Kránitz Balázssal. Tavaly 7,5 milliárd forintot költött a közútkezelő az utak javítására. Egyre több panasz érkezik mostanában a kátyuk miatt a közútkezelőkhöz, hiszen szezon van, ráadásul a gyakran 10-20 fokos hőmérséklet különbség csak gyorsítja a burkolat tönkremenetelét. Van olyan kátyús szakasz, amit nem csak a fenntartók tábláztak ki, hanem már a gumiszervizek is reklámokkal. Nagy Gábor a szállítása. Vannak bőségesen. Iszonyú nagy kátyuk vannak itt a vasútállomás környékén is talán. Közben az MR1 Kossuth Rádióban Kránitz Balázssal. Tavaly 7,5 milliárd forintot költött a közútkezelő az utak javítására. Egyre több panasz érkezik mostanában a kátyuk miatt a közútkezelőkhöz, hiszen szezon van, ráadásul a gyakran 10-20 fokos hőmérséklet különbség csak gyorsítja a burkolat tönkremenetelét. Van olyan kátyús szakasz, amit nem csak a fenntartók tábláztak ki, hanem már a gumiszervizek is reklámokkal. Nagy Gábor a szállítása.